Virágokkal díszített folyosókon és tantermekben vonultak a Kanizsai Dorottya gimnázium végzősei pénteken délelőtt. Az esős időjárás miatt ezúttal az iskola falain belül ballagott a diáksereg. Hútba ejtették a tanári szobát és igazgatói irodát is. Idén 4 osztály 131 tanulója köszön el tanáraitól és az iskolatársaktól. Az elmúlt években szoros barátságok szövődtek, és a gyerekek felnőtté váltak. A boldogság és a szomorúság ambivalenciája jellemzi szerintem ezt a pillanatot, mert nyilván egy jó és következő út vár ránk, de mégis elhagyjuk ezt, amitől rengeteget kaptunk. Hiszen mi szerint 5 évig jártam ide, hiszen a két tannyelvű képzésre jártam, és nagyon pozitívan fogok visszatekinteni erre az 5 évre, hiszen nagyon sok élménnyel gazdagodhattam, és nagyon jó barátokat is tudtam szerezni. A végzősök a tornateremben sorakoztak fel szüleik, rokonaik és tanáraik előtt. A gimnázium igazgatója beszédében arra bíztatta a diákokat, éljék meg a búcsúzás, a visszatekintés és az ismeretlen jövőre való várakozás pillanatait. Élet, vagy élet viadalom sorakoztak fel most előttünk, akik életük első nagy megmérettetésére készülnek. Hamarosan leszületedik azt a gazdag termés, amit 4-5 év komoly munka előzött meg. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelivel elkezdődnek az érettségi vizsgák. Megmérettetés előtt állunk, mert nem csak diák mérettetődik meg, hanem tanár is ilyenkor. Tehát ilyenkor fog kiderülni, hogy elég volt-e az a 4 vagy 5 éves munka, amit mi belefektettünk. És hát megmondom őszintén, megkönnyeztem a búcsúzást, mert minden végzős diákot egy kicsit saját gyermekemnek is érzem, és most kibocsátjuk őket a nagybetűs életbe, a nagyvilágba. A legtöbb végzős folytatni szeretné tanulmányait a felsőoktatásban. Lesz, aki jogi, mások informatikai pályán képzelik el jövőjüket.